Játékmesék! Sziasztok, gyerekek! Itt a szeptember! Kezdődjék az iskola! Itt van Bagoly tanár bácsi, és megérkeztek a gyerekek! Gyere, menjünk szépen iskolába! Először is kémia óránk van! Ez egy különleges dolog, de itt figyelni kell. Nézzétek a táblát! Össze kell keverni a pirosat és a kéket. Ebből mi lesz nekünk? Egy lila vegyszer! Nagyon jó! Ezt, hogyha felmelegítjük, föltesszük ide a bunzenégőre. Ajjaj! Ez durrant. Egy igazi durranógázt készítettünk. Nagyon jó. Így aztán tudjuk, hogy ezzel nagyon kell vigyázni. Kicsit összetakarítunk, és mehet is tovább az óra. Most mi következik? Keverjük újból a pirosat és a kéket? Ebből nehogy megint baj legyen. Lett belőle egy lila. A lilát, ha hozzákeverjük a sárgához, akkor lesz egy zöld. Na ezt most megint megmelegítjük, de csak óvatosan figyelni. Gyerünk, tanár bácsi, ebből pedig látjátok, hab keletkezett. Ezt is feltakarítjuk. Úgyni, szépen. A kémia óra már csak ilyen. Itt sokat kell takarítgatni. Na mi van még? Lássuk csak, pirosat a sárgához. Jó. Lesz belőle narancs. A narancshoz adunk egy kis vizet. Citromsárga. Nagyon jó. Nem is. Átlátszó. Elvesztette a színét. Jaj, de vicces. Húha, megint csak a pirosat a kékkel. Ez már... Igen, ezt már tudjuk, ebből lila lesz. Tegyünk hozzá egy kis sárgát, lesz a zöld. Nem, ez lila maradt, és felrobbant. Hú, ez eddig a kedvencem. Na, mi következik még? Úgy imádok kísérletezni. Kéket és a sárgát. Aha, itt a zöld. A zöldhez adunk egy kis vizet, és... Ta-ta-da-da! Mi ez a kis manó? Nézzétek, mint valami kis űrlény. Űrlényt teremtettünk. Mesővilágban mindent lehet. Na, még egyszer. Pirosat a sárgával. Aha, kész is a narancs. Következik a kék. Őt is jól bele. És kész a zöld. És megint durranógáz. Most már elegem van ebből a takarításból. Hát csak erről szól a kémia óra. Nem. Nagyon sok okosságot megtanulunk. Nagyon sokat az anyagokról. És a különböző vegyszerekről. De minden csak a tanárbácsival együtt szabad. Sohasem szabad saját szakálunkra kevergetni. Most pedig következik a festészet. Látjátok, van egy gyönyörű palettánk, és ebből kell kifestenünk a festmény másik részét. Először legyen egy kis fehér. A felhő. Szép fehér. Nézzük csak még, a hegytető is szép fehér. Van ott még nekünk egy másik felhőnk, és még egy hegytetőnk. El is fogyott a fehér festékünk. Nézzük csak, mi lehet ilyen szép zöld. A mező. A mező gyönyörű zöld. Imádom. Kék. Hát mi lehet nekünk kék? Mint azok a fák ott a távolban. Nagyon jó. Egy kis szürke. Szürke a hegy. És a másik hegyecske is. Nagyon szép lett. Viszont világos szürkével pedig befestjük ott a hegy és a hó találkozását. Mi lehet szép piros? Ott a gabonaföld, az érett búza.
Gyönyörű piros. A zöld. Igen, ott az a távoli legelő. Ő is szép zöld. A fa törzse, lefogadom, hogy barna. És ez a sötét zöld? A falombia lesz. Igen, sikerült. Világos zöld, másik lombozat. Nézzétek, kikenve, ő mégis sötétebbnek tűnik. Nagyon vicces, ax. Ég, biztos, hogy szép kék. Úgy a legszebb, hogyha kék. Na, mi marad ki erre a zöldre? Á, ott a háttérben a legelők. Gyönyörű! Meseszép festményt készítettünk. Szeretek rajzolni. Imádom a rajzórát. És most kezdődik a környezetismeret. Veteményezni fogunk. Nézzétek csak a magokat? Bizony, én úgy nézem, hogy paradicsom mag. Először is egy kis földet kiásunk. Elültetjük a magot. A földet visszahelyezzük, hogy betakarjuk. És jól meglocsoljuk. Nagyon jó! Nézzétek, már gyönyörű szépen ki is hajtott. De valahogy ez nem olyan, mint egy paradicsomhajtás. Locsoljunk csak még rajta. Nem kell neki több víz. Mi kellhet? Hát tápanyag! Tápanyag kell neki! Nagyon jó, akkor most már újra meglocsolhatjuk. Locsol, locsol. És gyönyörű szép rózsa. Bazsa rózsa. Hát ebből rózsa lett. Valaki összekeverte a magokat. Na nem baj. Mese szép virágot termesztettünk. Hú, technika óra. Hú, ebből valami nagyon vicces lesz. Szépen mindent a helyére teszünk. És meglátjuk, hogy mit alkotunk. Mindig nagyon szeretek origamizni, nagyon szeretek alkotni, és nagyon szeretek gyönyörű szép madarakat hajtogatni, mert ahogy elnézem, ő egy kacsa. Igen, vadkacsa. Vadkacsát hajtogattunk. Mi lesz ebből? Már most látható. Bizony, bizony. Na, menj csak oda szépen. Ez nem más, mint Teddy Maci. A kedvenc kis játék és alvós mackónk. Még ott a füle. És az orra. Szia, Maci! Gyere, aludjunk. Nagyon jó. Na, de azt mondja, hogy nem lehet. Tovább kell hajtogassunk, mert rengeteg még a dolgunk. Mi lesz ő? Egy cica? Vagy esetleg egy róka? Mindjárt ki is derül. Szia! Cica vagy! Nagyon szép színes cica. Nagyon jó. Ebből mi lesz? Nagyon aranyos. És ezt akár otthon is meg lehet csinálni. Anya, apa, biztos nagyon szívesen segít. Nem csak iskolába, az iskolába rengeteg hasznos dolgot tanulunk. Hú, bagoly Bertalan! A bölcs bagoly. Hú, ez mi lesz vajon? Nagyon gyanús itt a fülecskéje. Látjátok? Én már szerintem sejtem. Ő nem lesz más, mint egy... Nyuszika! Nyuszi pista! Menj, kalandos szépen! Nagyon ügyes voltál! A technika órát is nagyon szeretem. Mi van még hátra? Környezetismeret! Aha, megint csak! Na lássátok csak! Mi az, amit nem lehet megenni? Gyilkos galóca, alatta lévő gomba, a kék kalapos, piros kalapos nem szabad. Amit pedig szabad, ott az a hatalmas nagy vargánya, van egy őzlábgombánk, és középen az őt nem ismerem fel, de a gombaszakértő úgyis elkísér bennünket. Őt meg szabad enni? Nem, soha. Ő nagyon veszélyes gomba. Mondtuk, hogy veszélyes vagy, mennyi nem? Ő egy vargánya, de természetesen minden gombát csak
hozzáértővel szabad leszedni. Másképp nem szabad hozzányúlni. Őzláb, vagy talán vargánya? Őt nem szabad. Ő a fákon szokott tenyészni, és veszélyes is lehet. Úgy. Nem. Kalapjából ítélve, nem barátságos gomba, ő vargánya. Nem vagy barátságos gomba. Te pláne nem. Nagyon jó. Soha nem szabad gyerekek a gombához nyúlni egyedül, mindig csak hozzáértő felnőtt vagy szakértő segítségével. Itt az egyik kedvenc órám, a csillagászat. Nézzétek, ő itt a nagy medve. Hogyha összekötjük, más néven göncölszekért kapunk. Nagyon szép. Ő pedig? Szépen összekötve, igen. Gyönyörű csillagképek. Minden egyes csillag társaival egy szép alakzatot ad ki. Nézd, a delfinből is lehet egy csillagképet összehozni. Mi lehet ő? Talán az Orion öv? Nem tudom. Nagyon szép csillagképek. Tanárbácsi vagy tanárnéni, ezt is el fogja magyarázni. Minden csillagot hozzávaló csillagképekkel együtt. Mindenféle alakzatot ki tudunk belőlük találni, és nagyon szépek és viccesek. Kígyó. Nem is hallottam még kígyó csillagzatról. De jól néz ki. Pajzs és kígyó csillagzat. Ez aztán igen. A csillagászat egy nagyon komoly tudományág. Ezt csak igazán tanult csillagászok ismerik. Vagy pedig profi, hobbi csillagászok, akik nagyon sokat foglalkoznak vele. Nyuszi Pista csillagkép is van. És Gekko. Nekem nagyon tetszett. Van itt még háromszög. És Bána. Ez az. Nagyon szép. Vicces. Igen. Csak úgy, mint a felhők nézegetésébe, a csillagokba is sok mindent belelátunk. De nem maradhat ki a testnevelés órasom az iskolából. Természetesen nagyon figyelni kell, és egyedül nem evezünk. De itt most a kis mosómaci nagyon ügyesen szágult. Ajajaj! Épp hogy ki tudta kerülni, láttátok? Mindig oda kell figyelni, és mindig nagyon ügyesen azt kell csinálni, amit a tanárbácsi vagy tanárnéni mond. Ezek a forduló kerülések nagyon viccesek nekem. Ez sem sikerült annyira. De az edzés, az fontos. Túlságosan gyorsan jönnek össze-vissza ezek az akadályok. Nehéz őket kikerülni. Kezdünk belejönni. Ez az! De sajnos vége a tesi órának, pedig olyan jól esett. Most pedig következik az osztálykirándulás. Igen! Az osztálykiránduláson mindig sokat lehet mókázni és kacagni. Tüzet rakunk a kiránduló helyen, a táborban. Látjátok, először is egy biztonságos keretet építettünk neki kőből, hogy ne terjedhessen tovább a tűz. Ezután megrakjuk a tüzet, és a tanárbácsi vagy tanárnéni meggyújtja nekünk egy gyufával. Gyerekek nem játszhatnak tűzzel. Nagyon jó! A tűz körül mesélhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk, de természetesen szalonnát is lehet sütni. Most pedig, amikor már elámosodtunk, és már nem akarjuk használni a tüzet, eloltjuk azt jó bő vízzel, hogy még parás sem maradjon. Elámosodott a kis Róka és kis Nyuszika. Mennek szépen, lefekszenek aludni. Jó éjszakát, Nyuszika! Pápá!
Jól aludj, mert holnap túrázunk. Az osztálykirándulásokat mindenki nagyon szereti, én igazán imádtam. Ennyi volt hát ez a mese. Remélem már ti is nagyon várjátok az iskolát. Mindjárt itt a szeptember is megkezdődik. Addig is nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!